Az iránytű kommunikációs pályázatán a hajdúszoboszlói Turinform iroda a harmadik helyezést érte el. A szakértőkből álló zsűri az információs iroda belső kialakítása alapján ítélte oda a rangos díjat. A turisztikai vállalkozások kreatív marketing és kommunikációs ötletei díjazó versengés az iránytű a turizmus trend kommunikációs versenynevet viseli. A szervezők utazási irodák, non-profit szervezetek, szállodák, továbbá az általuk megbízott kreatív és reklámügynökségek nevezéseit várták több kategóriában. A hajdúszoboszlói turisztikai információs iroda minden évben pályázik, árulta el Kabály Zsolt. Az idén több kategóriában is kimagasló eredményeket értek el. A weboldal külön díjas, az iroda pedig harmadik helyezett lett. Mondhatom azt, hogy egy ilyen puzzle kirakással egyenértékű mutatvány volt, mert három különböző forrásból kellett összeraknunk a pályázathoz illő bútorzatot is. Tehát egyrészt az önkormányzat támogatta, másrésztről maga az épülethez tartozott egy határon átnyúló pályázat, volt egy TDM pályázatunk is, és még saját forrást is kellett összeraknunk. Úgyhogy megvoltak azok a kemény kritériumok, amiknek meg kellett felelni, és mindezek mellett az előbb említett szakembereknek is az elvárásait szerettük volna mi az ötleteinkkel megtölteni, ők pedig kivitelezni, amit szerettünk volna. Elsősorban ugye azt, hogy egy kellemes környezetben lehessen dolgozni, egy kellemes környezetben lehessen idehívni a tárgyaló partnereket, és megmutatni magunkat. Harmadrészen pedig én nagyon a praktikusság részét néztem, tehát több mint egy évnyi kiadványmennyiséget is kell tárolnunk, és emellett ugye összelettünk volna a Turinform irodával, tehát annak a kiszolgálását is meg kellett oldanunk, és úgy gondolom, hogy jól sikerült. A tervezőt és a kivitelezőt több ajánlat megtekintését követően választották ki, ami fontos volt, hogy helyi vállalkozók és vállalkozások legyenek. Feltételek elég szabottak voltak, úgymond költségvetésileg is, illetve adott dolgok voltak már meg az iroda szempontjából is, illetve az értékesítési részen is. Úgy gondolom, hogy ahhoz képest a lehető legjobbat hoztuk ki ebből az irodából. Mivel napi 8-10 órában kell eleget tenni a dolgozóknak ilyen helyeken, próbáljuk azt is figyelembe lenni, hogy egy iroda ne csak praktikus, otthonos is legyen. Éppen ezért próbáltam a világos színeket használni, mert egyrészt otthonosabbnak tűnik, illetve tágítja a teret. Tudni kell, hogy a világos színek mindig távolibbnak hatnak, illetve egy eleganciát kölcsönöznek a helyiségnek, a sötétebb színek pedig közelítőleg. Az épület több helyiségből áll. A hátsó részben két iroda és egy 40 fő befogadására alkalmas tárgyaló kapott helyet. A belépő vendég az ügyféltérbe érkezik. A pályázat során ezt értékelték elsősorban. Elég nagy munka van a mögött is, mivel egy speciális helyiségről van szó, a formája is, illetve a magassága is elég speciális volt. Próbáltunk arra törekedni, hogy minél több ügyfelet tudjanak egyszerre kiszolgálni, illetve több munkaállomást próbáltunk létrehozni egy légterem belül. Úgy gondolom, ez sikerült. A bútorokat, a különleges falburkolást a hajdúszoboszlói bútorlapszabászat készítette el. A cég szakemberei az elmúlt évek tapasztalatait is hasznosították munkájuk során, hiszen ez már a harmadik turisztikai iroda volt, melynek berendezéseit legyártották. Az egyedisége volt rendkívül érdekes, a nem mindennapos bútor összeállítások, tehát hogy azon kívül, hogy bútorlapból és furniros anyagból készültek a belső berendezések, ezen kívül bőrt alkalmaztunk, alumínium kereteket alkalmaztunk, viazonátot alkalmaztunk, olyan egységeket raktunk össze, aminek az összhatása egy elég különleges terméket eredményezett. Közel 50 pályamű került a turizmus trend szervezésében zajló iránytű kommunikációs verseny zsűrije elé. Kabály Zsolt TDM menedzser rendkívül büszke irodájukra az előkelő eredményért. Én úgy gondolom, hogy az a legjobb, hogyha megmérettetjük a munkánkat, tehát az, hogy mi büszkék vagyunk, vagy mi szépnek látunk egy dolgot, az egy dolog, de az, hogy a szakma, főleg, hogy egy neves zsűri csoport hogyan értékel, és budapesti nagy utazási irodák vendégtereivel mérhetjük össze magunkat, én úgy gondolom, hogy az mutatja meg igazából, hogy hogyan is értékeljük azt, amit elvégeztünk, és én úgy gondolom, hogy mind a kivitelező, a tervező, mi is, illetve hát a város lakossága büszke lehet arra, hogy egy ilyen Turinform iroda lehet a miénk.
A beérkezett pályázatokat kreatív és turisztikai szakemberekből álló zsűri értékelte. A hajdúszoboszlói Turinform irodát egy budapesti utazási iroda és a pécsi Turinform iroda előzte meg.